az ágyú mellett lehet figyelni ezeket a falatokat, ezeket a kasokat, ezek védelmezték az ágyút, így üresen semmit nem érnek, ezeknek a belsőben mindig földet tömörítettek a katonák. A lövedékek megfogására használt kasokat is megmutatták a Study Tour idei 4. EGRI állomásán. A kirándulók csapata önkormányzatok, egyesületek, civil szervezetek képviselőiből, idegenvezetőkből, fürdővezetőkből, illetve a turisztikai irodák dolgozóiból tevődött össze. Olyan kollégák vesznek ezzel javarészt részt, akik a turizmus olyan területén dolgoznak, ahol a vendégekkel közvetlen kapcsolatba kerülünk, és hát számukra mindenképpen kell tudnunk mindig valami újdonságot ajánlani, hiszen a vendégek egy része törzs vendég, ahogy Egerben állunk, Mezőkvesden, de szerintem itt az egész térségben. És ők mindig igénylik és kérdezik azt, hogy mik az új prospektusok, mik az új lehetőségek, hová lehet elmenni. A tematikus kirándulásokon alkalmanként 20-30 fő vesz részt. Hasonló szemléletformáló programot szerveztek már Bélapátfalván, Noszvajon, Demjénben, Bogácson és Szihalmon is. A szomszédoló Study Tourok céljai között szerepel, hogy elinduljon egyfajta beszélgetés és együttműködés a környék települései között. Ahhoz, hogy jó alapja legyen a jövendőbeli turisztikai fejlesztéseknek, nagyon fontos az, hogy a meglévő dolgainkkal tisztában legyünk, és azokat kellőképpen tudjunk velük sáfárkodni. Na, ehhez ez az egyesület egy nagyon jó ernyőt ad, és segíti a tagjait. Elhangzott nyáron elkészül Eger térségének turisztikai térképe, ami az aktivitásokra is felhívja a figyelmet. Ezen kívül az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon is szerepel egy csoport, Eger térsége névvel. Itt a települések együtt népszerűsítik a környéket, illetve az aktuális eseményeket.